dübörög a retróláz, Tidani feldolgozta a Hungáriának a Csok király című számát, úgyhogy ma eljöttünk egy Tidani koncertre a Budapest Parkba, és arról kérdeztünk titeket, hogy mennyire szeretitek a feldolgozásokat, milyen kapcsolatotok van a feldolgozásokkal, és vajon miért jönnek vissza most a retró slágerek ennyire a divatba? Sziasztok, László Panna vagyok, ez itt a Refresher Magyarország, tartsatok velünk! Hallottad, hogy Tidani feldolgozta a Csók király című slágert? Igen, hallottam, és nagyon örültem neki. Igen. Nekem nagyon tetszett, nekem annyira nem. Na, miért nem? Nem tudom, az annyira nem volt jó. Érdekes szerintem, de nem az én világom valamiért. Hát nem lett egy olyan rossz szám. Igen, nekem úgy tökre tetszett. Én még nem hallottam. És tervben van a meghallgatása? Igen. Persze, végig is hallgatom. Én is hallottam, jó lesz. És mi a véleményetek róla? Szerintetek mennyire illik bele a Tideni stílusba? Vagy miért döntött így, hogy feldolgozza ezt a slágert? Hát amúgy meglepő volt, de szerintem amúgy jó lett elsősorban. Meglepett, mert eddig ilyesmit nem nagyon láthatunk tőle, hogy feldolgoz más zenéket. Az eredetit nagyon szerettem, viszont a feldolgozást mégsem élem annyira. Hát igazából nekem amúgy a stílusához így ahhoz képest tök jó. Bármelyik zenét be lehet építeni Tideni, ez az a jó. Szerintem ez nem az ő műfaja egyébként. De akkor vajon miért dolgozhatta fel? Hogy felkapottabb legyen. Maga a zene jó lett, a stílusa nem az övé volt, de eltöfődlenül élvezhető. Szerintem se illik nagyon hozzá. Inkább ez a modernabb, mint régies. Hát szerintem azért jobb az eredeti, mint a feldolgozás. Gondolom a mindennapotokban azért nem vett részt a Csók király, de... Igen! Mesélj! És egyébként te az eredeti Hungária Csók király című számot ismerted? Persze. Azt én is. Na és ahhoz van bármi érzelmi kötődés? Nem nagyon. Szerintetek miért van az, hogy mostanában rengeteg ilyen retro slágert feldolgoznak mai előadók? Mert ahogy előbb is mondtam, ez mindig is divat lesz, ez mindig is újból elő fog jönni. Nagyon jó az összes retro zene, imádom, csúcs az összes. Nem tudom. Nagyon tetszett neki, szereti esetleg a múltban valami, köti hozzá. Hát, ez egy... Kupa jó kérdés. Mert a régi zenéknek van ritmusuk, van ének benne, van zenei alap, van egy normális alap, amit fel lehet dolgozni, és van tánc alap, meg van ritmus, és egyszerűen jó zenék voltak azban az időben. És egyszerűen azok jönnek vissza, ahogy a régi nadrágok, meg a régi divat jön vissza a ruházatban is, ugyanez. A zenei stílusban is most visszatér. Azért, mert mindenki szereti a retro slágereket. De vajon mi van benne, ami miatt ennyire szeretik? Talán a vibe. Maga az, hogy klasszikusabb, mint a mai zenék legtöbbsége, meg maga a hangulat. Tehát, hogyha valaki meghall egy retro slágert, akkor egyből tudja a szövegét, és jól érz magát. Nektek van olyan kedvenc retro slágeretek, amit már nagyon meghallgatnátok valamilyen feldolgozásban? Most már te is játszol. Hú. Hát... Ez most egy jó kérdés. Nem tudom amúgy. A Bella Ciao-t mondjuk esetleg, egy magyar feldolgozásban. Így nem jut eszembe most semmi. És mondjuk, hogyha a titkos üzenetet valaki feldolgozná, akkor te kivel dolgoztatnád fel mai előadók között? Beton Hopi. Miért dolgoznak fel zenészek más számokat? Amúgy nincs új a nap alatt, szóval már nem nagyon tudnak újat mutatni. Muszáj valami régebbihez nyúlniuk, hogy valamit csináljanak, ami még jobban megfogja a közönséget. Volt a Szikora Robi, a Dübörög a lábunktól a föld, a Zambó Jimmy, mindenki. Szerinted ez most miért történik? Divat esetleg, vagy vissza akarják hozni a régi slágereket, amiket ők is szerettek? Szerintem azért, mert ők is szeretik. Most nevezhetjük egyébként, hogy tisztág és a régi kor alatt. Szerintem azért, mert a zene kortalan, és egyszerűen a régi dologban több érzelem, több mondani való van, mint a mostaniakban. Többek között próbálnak szerintem valami újdonságot behozni, ami eddig nem volt. Illetve a régi zenének van egy neve, a nagyobbak közül nyilván. Így hát, ha kiadsz egy új számot feldolgozva, akkor már alapból lesz egy hallgatottság, aki már a régit ismeri. Inkább tiszteletadás szerintem. Így a idősebb korosztálynak is szerintem ez így jól jön. Hogy van olyan retro sláger, amit ti nagyon szívesen meghallgatnátok valamilyen feldolgozásban? Persze, a Casino Twisted. És ez kinek a feldolgozásában? Az egy nagyon jó kérdés amúgy. A Balatoni Láz. És kivel? Hát nem tudom, Manuel szerintem. Talán egy Chris Rudy. És kivel? Egy Dash. Aha, oké, ez jó koncepció. Azt esetleg tudod, hogy melyik az a világsláger, ami egy filmnek a betétdala, az egyik leghíresebb filmnek a betétdala, az egyik leghíresebb romantikus filmnek a betétdala? Ne engem! A Titanus? És
Titanic. I Will Always Love You. Nem. Ja, de, Britney igen, Houston. Igen. Na, ennek az eredeti egyébként nem is a Britney Houston, hanem a Dolly Parton. Nem tudom, hogy a Dolly Partont ismeritek-e. Ő egy ilyen country énekes. Övé ez a dal egyébként, nem tudom, hogy ezt mennyien tudják. The more you know. Mehet. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, várjuk a véleményeiteket kommentben, addig is iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instán és TikTokon, ahol Refresher.hu néven találtok meg.